Jó napot kívánok! Elnézést, hogy nyaggatjuk, de csak így tudjuk, hogyha megnézegetjük. Szúrópróba szeren, köszönjük szépen! Ez egy nagyon szűk utca, és teljesen alkalmatlan arra, hogy az agglomerációból leözönlő autóknak a forgalmát felvegye. Az történt ugyanis, hogy a Budakeszi úton, akik megunták, hogy sorban állnak, azok egyszerűen levágtak az árnyas úton, ott a Remete út felé, és hát százával jöttek le reggeli órákban. Ráadásul rontott a helyzetet az is, hogy a Lauder iskolába érkező szülők pedig lentről árasztották az utcát, balesetveszélyes volt az utca, károsították a járdát, tehát állandó probléma volt. Lakossági fórumot tartottunk a nyáron, abban maradtunk, hogy engedéllyel történő behajtást fogunk lehetővé tenni. Ez azt jelenti, hogy aki a Árnyas úton lakik, vagy a Remete utcában, vagy itt a környező részen, ő kap engedélyt, viszont ezzel ki tudjuk szűrni az agglomerációból beömlő forgalmat, és a mai nap az azt mutatta, hogy ez teljesen jól működik, hiszen gyakorlatilag megszűnt az utcának a forgalma. Nagyon örülök, hogy nem áll itt a dugó, és normálisan lehet közlekedni, tehát ez mondjuk nem volt egy tartható állapot, ami itt ezen a kis utcán véghez ment. Kisebb a forgalom, és kisebb a balesetveszély, kevesebb autó jön errefelé. Most egy fél óra alatt egyetlen egy olyan emberrel találkoztam, akinek nem volt engedély, és úgy jött le. Őket egyébként a helyi rendőrség közterület felett gyűlő kollégáim figyelmeztetik, és a jövő héttől kezdve pedig, akik engedély nélkül jönnek ezen az utcán keresztül reggel, büntetésre számíthatnak.